Tolna megyében már az 1970-es években is szerveztek jogászbált. A nagymúltú eseménye könnyed szórakozás mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakma különböző területein dolgozók itt adjanak egymásnak rendezvút. Emelem poharom a BSE minden tagjára, és a jelenlévőkre és a támogatókra, egészségetekre. Bátaszéken az öt sportág versenyzőit összefogó sportegyesület tagjai báloztak. Nagy Ákos főszervező azt mondja, lassan múlóban vannak a viszályok az egyesületen belül, és a közös cél, hogy az igényeknek megfelelő sportélet működhessen a városban. Somosi Szabolcs alpolgármester azt mondta, a város továbbra is támogatja majd az egyesület munkáját. A tavalyi évben több 10 millió forintot költöttünk a sportcsarnokra, az idei évben a költségvetés ugyan még nincsen kész, de tervezeti szinten szintén több 10 millió forintos beruházás már a sportcsarnokra. Mindez természetesen csak azért, hogy a itt is látható ifjúság, aki remélhetőleg pár év múlva Bátaszéknek a lakosa lesz, mint felnőtt korú lakosa, minden lehetőséghez hozzájusson, amit mi kisvárosként nyújtani tudunk. Bonyhádon a város lakosságának megközelítően 30%-a német nemzetiségűnek vallja magát. Így a hagyományos fábál fontos társadalmi esemény. Az idei esztendőben a szervezők kulturális programmal is kedveskedtek az résztvevőknek. Szabó Tibor alpolgármester azt mondta, egy település számára mindig fontos, hogy a nemzetiségek jó kapcsolatokat ápoljanak egymással. A város külkapcsolatainak szervezésében kimagasló szerep jut a kisebbségi önkormányzatoknak. A 70-es évek óta rendeznek meg Bonyhádon a Schwab-bál. Minden alkalommal teltházas rendezvényről beszélünk. Nem hiszem, hogy kell ennél különösebb vagy jobb példa arra, hogy jól működik egy önkormányzat, vagy éppen egy nemzetiségi önkormányzat.